Ami segítségünk és húsvéti ünneplésünk megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, s a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kedves testvéreim, ünnep Isten tiszteletünk kezdetén, Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 229. dicséretünket énekeljük. 229. dicséretünk így kezdődik. E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztény. Húsvét ünnepében, örvendjünk keresztények, szívünk teljességében, Szent és kegyelmes Isten színe előtt imádkozzunk a következőképpen. Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidre. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékai, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő igéből, amikor is itt szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, Isten igének a hallgatására készülve, 227. dicséretünk első két versét énekeljük. 227. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Felvirrad áldott szép napunk. Felvirrad áldott szép napunk, ma teljes szívbe vigad.
Kedves testvéreim, ünneplő családtagok, drága gyülekezet, odahaza a képernyők előtt. Hallgassuk meg Istennek szent igéjét, úgy, amint az írva található elsősorban a János írása szerinti szent evangélium 20. részének első 10 verséből, aztán másodszorban pedig a Márk írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 14-től 16-ig terjedő verseit hallgassuk meg alázatos szívvel és lélekkel. A hét első napján pedig kora reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz és látta, hogy a követ elvették a sírról. Elfutott azért, és Simon Péterhez és ahhoz a másik tanítványhoz ment, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik: elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Kiment azért Péter és a más tanítvány is, és elmentek a sírhoz. Mind a ketten együtt futottak, de az a másik tanítvány Péternél gyorsabban futott, és elsőként ért a sírhoz. Behajolt és látta, hogy ott vannak a lepedők, de nem ment be. Aztán őt követve megérkezett Simon Péter is, és bement a sírboltba, és látta, hogy a lepedők ott vannak, és a kendő, amely Jézus fején volt, nincs együtt a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve más helyen van. Akkor odament a másik tanítvány is, aki előbb ért a sírhoz, és látott, és hitt. Mert még nem értették az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. Tanítványok ekkor visszatértek az övéikhez. Márk evangéliumából Istennek igéje eképpen szól. Azután, amikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek, és szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták őt. Azt mondta nekik: menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ez Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Kell-e a lelkésznek nagy ünnepeink alkalmával évről évre mindig valami újat mondani a történésekről? Tevődött fel ez a kérdés egy bizonyos előadás alkalmán. Mert úgy vagyunk vele, hogy kétszer ugyanazt nem szívesen halljuk. Nem nézzük meg többször is egy filmet, mert az már nem kötne le másodjára bennünket annyira. Megint arról hallani, hogy Mária és a kegyes asszonyok üresen találják a sírt, vagy ott a temetőben hallják az angyal kérdését: miért keresitek az élők között a holtat? Nincsen itt, mert feltámadott.
Vagy hogyan alusznak el az őrség tagjai ott a katonák a temetőben? Vajon jó erről évről évre hallani? Nem mindig unalmas ugyan ezeket a történéseket boncolgatni? Kell-e valami újat mondani a feltámadással kapcsolatban? Ezek a kérdések is időközben feltevődtek az előadás alkalmán, és az előadó felelete az volt, hogy nem. Nem kell újat mondani. Nem kell szépítgetni a történetet, vagy az emberiség hibás cselekedeteit megmásítani, hanem mindig egy dolgot kell tenni, hirdetni. Jézus feltámadta halottak közül. És feltámadásával neked is és nekem is, kedves testvérem, megnyitotta a mennyország felé vezető utat. És hálásak kell lennünk ezért a drága ajándékért, amit az Istentől kaptunk ezen a húsvéton is. Bár most nem közösségben, gyülekezeti közösségben ünnepelünk és halljuk a drága örömhírt, hogy feltámadt. De odahaza családjainkban, együtt közösen a szeretteinkkel, Istenünk végtelen nagy szeretetét megélhetjük és átélhetjük. A feltámadott Úrról a mai napon én úgy szeretnék nektek bizonyságot tenni, mint aki feltámadása után is tanít. Az evangéliumoknak egybenhangzó tudósítása szerint Jézus feltámadása után 40 napig még együtt volt a tanítványaival. Ez az idő alatt tanította őket az Isten országáról, amely tanításokról keveset jegyeztek fel sajnos az evangéliumok. Amit feljegyeznek, azok töredékek erről az időről. Ezek közé tartozik az a néhány vers is, amit Márk evangéliumából olvastam fel, és annak kapcsán három fontos üzenetet szeretnék kiemelni az ígéből, és legyen ez a Szentlélek munkálkodása által a mi húsvéti szívbéli táplálékunk. Először is arról tudósít bennünket az ige, hogy a 11 tanítvány együtt van, és megjelenik nekik Jézus. És Jézus egyenesen a közepébe vág a dolgoknak. Nem szépítgeti az érzéseit velük kapcsolatban, hanem nagyon, de nagyon határozottan kimondja, panaszotok van ellenem. Panaszom van ellenetek. Jézus panaszkodik a tanítványoknak, mégpedig a hitetlenségük miatt. Amiatt, hogy bár látták őt a feltámadása után, együtt volt velük, együtt ettek, Tamás sebeit is láthatta, sőt, megérinthette volna. És szívükben mégis ott volt, és ott van egy nagy kétkedés és a hitetlenkedés. Boldog hit helyett kétség ült a szívükön. Úgy vélték, hogy valamilyen különös jelenségnek lettek az áldozatai. Hiszen emberek még ilyet nem tapasztaltak, amit ők. Hogy valaki visszajön a halálból, velük együtt van, a bezárt ajtón is keresztül tud menni. Ezt a kétkedést látja bennük, és Jézus emiatt méltán panaszkodik a tanítványoknak. Viszont nem ez volt az első eset, amikor a kicsi hitűségük, vagy éppen elhamarkodott tetteik miatt fedi meg őket az Úr. Egyszer egy városra égi tüzet akartak kérni, hogy elpusztuljon az. Máskor a kisgyermekeket akarták az Úrtól távol tartani. Vagy volt olyan is, amikor azon vitatkoztak, hogy ki fog Jézus bal vagy jobb oldalán ülni a mennyekben. A valóságos tanítványok képe áll itt most előttünk. Olyanoké, akik test és vér emberek, akik hasonlóak mi hozzánk, kedves testvéreim. És bármennyire is óckodjunk ettől, de ha a Krisztus tanítványai ilyen emberek voltak, akkor mi is bátran beállhatunk melléjük a sorba.
és mi is megláthatjuk magunkat, mint akik hívő és ugyanakkor hitetlenkedő tanítványai vagyunk a feltámadott Krisztusnak. Ahogy készültem erre az ige hirdetésre, hirtelen felvetődött bennem a kérdés, ha én is beállok a tanítványi sorba, akkor most szégyelnem kell magam? Vagy egyáltalán szabad nekem kételkedni? Kicsiny hitűnek lenni? Ha bennünk is ilyen érzések vannak, hogy bár elfogadjuk a hitünkkel őt, de elménkkel mégis kételkedünk, akkor mi is így kiállhatunk fel a tanítványokkal együtt, akik egy őszinte pillanatukban arra kérték a Mester, hogy növeld a mi hitünket, Urunk. Nem teszem ki az ablakba, nem vagyok rá büszke, hogy ilyen vagyok, de ezért könyörgöm én is most, Istenem, Uram, növeld a hitemet ezen az ünnepen és ezekben a napokban, amelyeket még megélhetek a te kegyelmed által. És ezek után egyre több és több kérdés tört elő. Amikor Jézus reánk tekint, vajon milyen panasza van ellenünk, ellenem? Vajon mennyi kifogásolni valót talál a Mester bennünk? Van-e olyan csendességed, amelyben odaállsz Krisztus elé, és megkérded azt, amit Pál ott a damaszkuszi úton kérdezett, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Hol kellene erősítenünk a hitünket? Hol kellene engedelmessé tennünk az életünket még jobban? Hol kellene a magad akaratát jobban az Úr akaratához igazítani? Jó lenne, ha húsvétunk drága ünnepén megpróbálnánk ezekre a kérdésekre válaszolni. Mi a panasza az Úrnak én ellenem? Másfelől Jézus parancsot ad a tanítványoknak. Nincs teljesen megelégedve velük, de adja nekik a misszió parancsát. Elmenvén széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, olvashattuk az igében. Mi jobban ismerjük azt a változatot, amit Máté fogalmaz meg, és amit minden kereszteléskor hallunk, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Furcsa egy kicsit ez a helyzet. Jézus elmondja a panaszát velük kapcsolatban, lehet, hogy valaki azt mondja, leforrázta őket, és ezek után nem simogatja, nem babusgatja tanítványait, hanem szolgálatot bíz rájuk. Nem vagytok tökéletesek, de ezek ellenére menjetek a világba és hirdessétek az evangéliumot. Nem furcsa ez egy kicsit? Nekünk lehet, de nem a feltámadott Jézusnak. Mégpedig azért nem, mert a missziói parancsban benne van az, hogy a kereszténység nem passzivitás, hanem aktivitás. És ezt jó nekünk kiemelni, és tudatosítani, hogy a kereszténységet nem a passzivitás, hanem az aktivitás kell, hogy meghatározza. Tudjátok, kedves testvéreim, egyre inkább olyan világban élünk, amely individualista világ, amely befelé forduló, amelyik önző. És ez hatással van a keresztény hitünkre és vallásunkra is. Mint ahogy a pénzügyünk, a munkánk, a szórakozásunk egészen személyes, és senkire nem tartozik, úgy gondoljuk, a mi hitünk is valami ilyesmi, ami csak a miénk, ami csak rám, és ami csak az Istenre tartozik. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy feladatod van. Túl a magam üdvösségén, túl a magam vétkeivel való küszködésen, túl a magam hitén a kereszténység aktivitást jelent. Azt jelenti, hogy felelős vagyok másokért is.
Lehet, hogy olyan vagyok, mint a tanítványok. Lehet, hogy engem is leforrázott Jézus Krisztusnak a szava, hogy milyen is az én életem. De azt jelenti, hogy ennek ellenére nem vagyok közömbös. Aki hitre jutottam, és bár még sokszor botladozó, rogyadozó ez a hit, de felelős vagyok azért, hogy hitves társamnak, gyermekeimnek van-e hitem, és milyen az a hit. Nem hagyhatom őket úgy rá a világra, a maguk gondolkodására, mert misszióra küldött minket az Isten. Van-e ilyen missziói küldetésünk a húsvét ünnepén? Hát hogy lenne? Kérdezhetnénk. Nem mehetünk sehova, be vagyunk zárva, még ilyet nem tapasztaltunk, nem élt meg a világ. Hogy menjek én szerte szét a világba, és hirdessem az emberek között, feltámadt az Úr. Nincs a sírba. Nagypénteken meghalt a kereszten, levették, sírba helyezték. Történt, ami történt a sírba, de már Máriáig sem látták az Urat. Csak a két tanítvány, a lepedőket, semmi más. Az egyik elkezdett hinni, de még nem értették a dolgokat. Hogy tudjam én akkor ebben a világban a missziót, a feladatot, a szolgálatot, amit Jézus Krisztus a tanítványokra, illetve a reám bízott elvégezni? Elmondom, hogy az én szolgálatom húsvét előtt, most húsvétban, az milyen is? Milyen az én küldetésem? És azért vallom meg ezt így őszintén, hogy legyen neked is irányvonalat, kedves testvérem, feleletet adni erre a kérdésre, hogy te hogyan tudsz szolgálni a húsvét alkalmával. Csak az utolsó egy hónapot veszem alapul. Bezárták a templomokat. Nem tarthatunk közösségben ott Isten tiszteletet. Nem dicsőíthetjük a mi Urunk, Jézus Krisztusunkat, Teremtő Atyánkat, Bátorító Szentlélek Úristenünket. És amikor ez megtörtént, akkor egyfelől valami, hogy én úgy éreztem, mintha lelkileg a talajt rántották volna ki a lábam alól. Mi lesz most? Hogyan prédikál? Hogy osztok úrvacsorát? Nagyon sokat vívódtam. Uram, mutasd meg az utat, a lehetőséget, a szolgálatra, hogy szélesebb világba hintsem a te szavadat, az öröm üzenetedet. Aztán, amint nagyon sok kollégámnak nekem is eszembe jutott az, hogy Istennek sokféle eszköze van arra nézve, hogy bizonyságot tegyünk a nehéz időben is az ő végtelen szeretetéről. Nehéz egy telefonnak beszélni. El sem tudjátok hinni, hogy milyen nehéz. Nehéz abban a vívódásban lenni, hogy vajon, hogy hogyan ér el hozzád az igének a tanítása. Meghallgatod? Végig hallgatod a közvetítéseket? Nem tudom, hogy hogyan éled meg az úrvacsorát nem sokára odahaza, a szeretteiddel együtt. Milyen lelkülettel? Lesz nekem most odahaza olyan édesapák és édesanyák, akik csendességre intik a családot, és a pohárba töltik a bort, a kenyeret a tálcára helyezik, és veszik az Úrnak szent jegyeit majd magukhoz. Kérdések bennem, és kérdések benned is. Azzal, hogy nem mehettünk gyülekezeti közösségben, szól templomunk harangja, de a közösen Isten tiszteletünk, tehát nem vehettünk részt. Ez nem azt jelenti, hogy hitünket, Istenünket szabadságra küldjük, hanem szolgálunk azokkal az eszközökkel, amik a rendelkezésünkre állnak. Missziói parancs ez. Szolgálj te is! Lehet, hogy ezt úgy érheted el, hogy veszed a telefont és felhívsz valakit. Elmondod neki, üres a sír.
Máriáé, Péter és János is ezt látta. Feltámadt az Úr. Vagy lehet, hogy megkérdezheted az illetőtől, hogyan éled meg ezeket a bezárt napokat? Ha lejár az ünnep, tudok-e valamiben segíteni neked? Átvállalni egy bevásárlást, vagy egy gyógyszer kiváltást? Vagy szolgálhatsz imádsággal? Mennyi ember szorul arra, hogy hitre jusson, hogy valaki érte imádkozzon, szolgálj egy énekkel, vagy dúdold magadban, majd hangosabban és hangosabban Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. És meglátod, hogy nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem most is új élet fog fakadni a te szolgálatod által. És a másik ember szíve, lelke telik meg azzal az örömmel, amit a húsvét, amit az Isten, amit Krisztus, amit a Szentlélek akar nekünk ma adni. Hirdessétek az evangéliumot, hangzik Jézus húsvéti parancsa. Végezetül, kedves testvéreim, a tanítványokkal való együttléte alkalmával Jézus ígéretet is ad. Kettős ez az ígéret. Van benne egy jó, és van benne egy rossz. Azt hallhatjuk az ígéből, aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. És ez nagyon szépen mutatja azt, hogy a keresztény hit az nem egy játék. Sokan úgy vélik, hogy ha van, van, ha nincs, nincs, egyre megy, úgyis jó. Vagy hallunk ilyeneket is, hogy ha majd lesz időm rá, akkor belemerülök a témába. Vagy ha idős leszek, akkor már biztos, hogy lesz időm a hitemmel is foglalkozni, meg az Úr Jézus Krisztussal is. A keresztény hit az életnek és a halálnak az alapja. Olyan fontos, mint az ember testi egészségének a kérdése. Ha bajban vagyunk, fáj itt vagy ott, akkor már is orvoshoz megyünk segítségért. Bár csak tized annyit törődne a mai ember a lelkével, az üdvösségével, az örök életnek a kérdésével, mint a testével. Mert tudjátok, testvéreim, a hit az örök élet megszerzésének az eszköze. Mit jelent ez? Az, hogy az örök életnek van egy objektív oldala. Ez a kifejezés azt akarja, amit Krisztus érettünk tett. Amit érettünk tett a Golgotán, a kereszten. Amit érettünk mit véghez, a pokolban, és feltámadása által, amit adott minélünk. Ez készen van. Elvégeztetett. A szubjektív oldala pedig az egésznek az az, hogy neked ezt el kell venned. El kell fogadnod, amit kaptál tőle. Isten ad, te elveszed. Ez a hit. Ennek az idei húsvéti ünnepünknek nagy kérdése ez. Van-e ilyen hit benned, amely Krisztus javait, az üdvösségnek a javait a te javaddá fordítja? A hit az a kinyújtott kéz, ami elfogadja az üdvösséget. Van-e ilyen kinyújtott kezed, amivel meg tudod ragadni Istenünknek ajándékait? Akár ilyen módon is, hogy látod, hallod Istennek igéit, majd később nem sokára az úrvacsora vételt. El tudod-e fogadni? Ha van, azt az ígéretet kapod. Ha hiszel, élsz. De ha ezeket eltaszítod magadtól, aki nem hisz, az elkárhozik. Viszont jó itt egy bizonyos dolgot helyére tennünk. Isten nem kárhoztatja az embert. Az ember önmagát ítéli kárhozatra, testvéreim. És megmutatkozik ez a te akaratodban, a te saját magad döntéseiden keresztül. Az első Timóteus levélben ott van Istennek örök érvényű akarata. Ő nem elveszíteni akar bennünket, megtartani. Ezt olvassuk az ígében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön,
és igazság ismeretére eljusson. Ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és igazság ismeretére eljusson. Jézus a tanítványaival együtt volt, és van most is mi velünk. Húsvétkor panaszt emel ellenünk, de látja bennünk a szolgálatra a való hajlamot és a képességet is. Adja az örök életre szóló ígéretét, melynek az alapja a hit, és ha az ne találnakat, akkor imádkozzunk mi is úgy, mint a tanítványok, növeld, Urunk, a mi hitünket. S ha érzem, hogy Uram, nem igen figyeltem rád az utóbbi években, akkor változtassunk ezen a hozzáállásunkon minél előbb, mert arra is ígéretet kaptunk, hogy akik nem hisznek, azok elkárhoznak. De az, aki Péterrel és Jánossal együtt fut a sírhoz, és látja annak ürességét, és eszébe jut mindaz a sok-sok tanítás a halálról és a feltámadásról, amit Jézus átadott az övéinek, nekünk, és ha ezt hittel elfogadjuk, életet nyerünk. A mennyei ajándék készen van. Vedd hát el, testvérem, és hálás szívvel köszönd meg az Úr Istennek ezt. Amen. Válaszoljunk Istennek igéjére a 236. énekünknek az eléneklésével. 236. énekünk így kezdődik. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Alleluja! Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat, de Szent nevét, zengünk ő dicséretét, Alleluja! 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 Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, Alleluja! Imádkozzunk, testvéreim! Urunk Istenünk, lehet, hogy most nagyon sokan megelégelték a bezártságot, az odahaza való létet. Lehet, hogy nagyon sokan futnának, szaladnának, akár a sírhoz, akár szeretteikhez, akár még Isten hajlékába, te házadba, de most nem lehet, maradunk otthon, és csak lélekben futunk, és tekintünk mi is a sírba, a tanítványokkal és az asszonyokkal együtt. És örülünk és vigadozunk annak immáron biztos hittel, hogy a sír üres, és te feltámadtál. Mindaz, amiről szóltál a tanítványoknak, amíg velük voltál, tanítottad őket, az beteljesedett. És a te ezzel a beteljesedéssel adtad mindannyiunk számára az életet, az örök élete. Teremtő édesatyánk, megállunk most is a te szent színed előtt, és figyelő tekintettel várjuk azt, hogy vajon te mit gondolsz mi rólunk.
Milyen emberek vagyunk most? Milyen hitűeknek bizonyulunk? Vajon van-e panaszod ellenünk? Hol van a mi hitetlenkedésünk, kételkedésünk? Hol kellene változtatni, erősíteni, vagy bizonyos dolgokat elhagyni ahhoz, hogy gyermekeidként cselekedeteinkkel, beszédünkkel, viselkedésünkkel téged dicsőítsünk és magasztaljunk. Hogy van panaszod ellenünk, az biztos. De könyörülő Istenünk, add, hogy a te bűnbocsátó kenyelmedet elnyerjük. És lásd meg bennünk is a lehetőséget, hogy mi is képesek vagyunk szolgálni. Szolgálni még úgy is, ha bizonyos megkötözöttségekben élünk. Vegyük észre a te drága eszköztáradnak a szépségét, nagyságát, különlegességét, és próbáljunk úgy szólni, hinteni ígét ebbe a világba, ahogy eddig még sohasem tettük. Talán technikai eszközöknek a segítségével, talán papírra vetett szavakkal, amelyeket eljuttatunk idősökhöz, szegényekhez, elesettekhez, családunkhoz. Attól, hogy észrevegyük, hogy a Szentlélek Úristen így is tud életeket változtatni, hozzád téríteni. Tudjunk téged húsvétban is szolgálni, akár odahazai csendes imákkal, vagy hangos imákkal, vagy dicsőítő énekekkel. Zengjük, hogy feltámadtál. Nem hagytál bennünket magunkra. Velünk vagy. Teremtő Istenünk, az ígéretet is, amit a mai alkalomkor ígédben hallottuk, nagyon komolyan vegyük. Aki nem hisz, az elkárhozik. Aki pedig hisz, az életet nyer. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, van egy ilyen csodálatos énekünk. Hát, hogy mindig ott mozogjon szívünkben és lelkünkben ennek az éneknek minden kérése, minden szava, hogy mi életet és megtartatást nyerjünk te általad. Ezt az imánkat is, de azt is, amit most magunkban, csendben fogalmazunk meg, te hallgass meg, mindenható Istenünk. Áldott az Isten, aki meghallgatja a mi könyörgésünk szavát, és a mi Urunk Jézus Krisztusunk. Amen. Kedves testvéreim, amint azt megígértük, megterítettük az Úrnak szent asztalát, a szent jegyekkel élni kívánunk számára. Különleges ez a húsvéti ünnep, ez az Isten tisztelet, mert az úrvacsorát most odahaza te egyedül, vagy családi közösségedben kell, hogy magadhoz vedd. Lélekben készülve erre az alkalomra, eseményre, a 264. dicséretünket énekeljük. 264. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Kíván asztalodról lenni, ó életnek ott feje, hogy megelégülhessen, benne hallgassátok meg
miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezeteknek írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Készüljünk a királyi vendégségre, alázatosan megvalván a mi bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért, ami irgalmas Istenünkhöz. Imádkozzunk együtt, hangosan a következőképpen. Tiszta szíved teremts bennem, Úr Isten, és az erős lelked újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondván az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján a következőket kérdem tőletek. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnösete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült szent fiát, az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érette megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámasztotta a halálból, és a földi élet után nekünk is örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszen és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő szent fiának érdeméért. Amen. Kedves testvéreim, akik magatokat illendően elkészítettétek otthonaitokba az elkészített kenyeret, az elkészített bort, alázatos szívvel és lélekkel vegyétek immáron magatokhoz. Ne féljetek, miért keresitek a holtak között az élőt, nincs itt, mert feltámadott. Jobb mondja, tudom, az én megváltóm él. Kedves testvéreim! Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből otthonainkban mi is most. Mielőtt azonban végleg elbocsátanánk és elbúcsúznánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokba. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat keresztényi hivatásotokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentje és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amit Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattattok is egy testben. Gyertek, adjunk hálát Istennek drága ajándékaiért, imádkozzunk a következőképpen. Mennyeim, édes atyánk, a Szent Vacsora sákramentumában bocsánatodnak jegyét és zálogát adtad mi nekünk a Jézus Krisztus által. Mit adjunk mi tenéked a te jó téteményeidért? Hirdetjük egész életünkben a te kegyelmednek gazdagságát, amely által minket gyermekeiddé fogadtál, és a te örökségedbe elválasztottál. Istenünk, nagy áron váltottál meg minket, melyek téged magasztalni, lelkünket és testünket, tenéket szentelni, ez lesz életünk öröme.
Fogadd el, Urunk, hálánkat, és segíts minket a te kegyelmeddel, hogy amit neked a szent alkalommal fogadtunk, be is teljesíthessük. Legyünk hűek te hozzád, mint halálig. Taníts minket akaratodnak cselekvésére. Szent lelked szűjön minket újra, hogy mától fogva a Jézus Krisztusba vetett hitben éljünk, aki szeretett minket, és önmagát adta értünk. Szentelj meg minket tökéletesen. Tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, fedhetetlenségben, amíg eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek veled, mi atyánkkal is a Szent Lélekkel, ami vigasztalunkkal együtt legyen örökkévaló hála és dicsőség. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, mondjuk el közösen, ami Urunk Jézus Krisztusunkkal tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásra várva, Isten dicsőségére, lelkünk épülésére, nemzeti imánkat, a himnuszt énekeljük el. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istenem, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. A békességnek Istene, mely minden értelmet felülhalad,
meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.